Rendrakós vlog 9. rész, mert már jó régen volt. Nézzünk is körül csukott szemmel, a háztartási helyiségben. Annak ellenére, hogy ez egy lomtárnak tűnik, valamikor jól nézett ki. Fogalmam sincs, hogy került ide a steppad. A káosz egyébként főként annak köszönhető, hogy egy csomó bútort bevittünk az irodába. A tisztítószerek nagy részét és a takarítós cuccokat itt tartom. A lépcső alatti részben minden is van. Belépés amúgy meg csak bukós isakban. 4-szer fejeltem meg a lépcsőt. Gyorsan kipakoltam, felporszívoztam és felmostam. És lássuk, milyen dolgokat nyelt el ez a helység. Be kell, hogy valljam, hogy örököltem valamit a nagymamámtól. A zacskó és szatyor gyűjtögetési hajlamot. Tudjátok, ez a majd csak jó lesz valamire érzés. Elugrottunk a Mömaxba venni néhány keskeny polcot. A 30 centi szélesek szóba sem jöhettek. A vásárlás után még meglátogattuk mindkét nagymamát, este pedig összeszerelte Roli a polcokat. Mivel ezzel a nappal eléggé elcsúsztunk, így csak másnap rendezkedtem be. Azt már jól tudjátok, hogy mindenre a porszívót használom. Így fő szempont volt, hogy a töltőállomásnak maradjon helye. Azt is mondhatnám, hogy pont úgy számoltuk ki, hogy elférjen, de őszintén szólva nagyon nagy mák volt. Az első polcra főként a porszívós kellékek kerültek, porzsákok, felmosófej, ablaktisztítók, mindenféle ilyesmi. Ezek itt a kiegészítő fejek. Egyből elérhető helyre kerültek a takarítós rongyok, a fogd meg vidd magaddal takarítós kosaram és a szivacsok mindenféle verziója. Jobb oldalra kerültek, amíg nem használtak, amire még napi szinten szükség van, azok a szemetes zsákok, úgyhogy azt is benyúlok és elérem helyre raktam. Ezen a gondolatmeneti síkon kerültek ide a papíráruk, a következő polcba pedig jöhetnek a tisztítószerek, előre a mosogatással kapcsolatos cuccok, alulra az ablakpucolós, még egyen lejjebb pedig a nagy takarításhoz szükséges dolgok. Annak idején még ti ajánlottátok nekem a fluoreszeptet, amit hálásan köszönök. Ha valaha sikerül elfogyasztanom ezt a degmit felhozatalt, tuti, hogy arra váltok. A tisztítószereken kívül itt tartom a higiéniai termékeket is, tusfürdők, fogkrém, mindenféle ilyesmi. És hát így nézünk Miki. Most már csak az a kérdés, hogy ki az a Miki, és hogy miért nem ő takarít helyettem. A szűkös helyhez képest szerintem elég jól néz ki, és félbe teszem fel a szokásos kérdést, jöhet-e a következő rész. Bocsi, ha régóta vártatok ezt.